Gyergyó Ditróban, ahol jeles ünnepeken székelyruhát ölt gyermek és felnőtt is, nagy hangsúlyt fektetnek a népi hagyományok megőrzésére, ápolására és tovább örökítésére. A Ditrói Kulturális Egyesület a község közösségi életének szervezője. A székelyföldi település elöljárói fontosnak tartják a hagyományőrző csoportok támogatását. A nagyközségben és a hozzátartozó Orotván is működik néptánccsoport. Az utóbbi két évben a két csoport összesen, ha összeszámoljuk, több mint 60 ilyen néptánc ruhát tudtunk vásárolni, székelyruhát, csizmákot, szatmári táncruhákat. És én nagyon boldog és örülök annak, hogy az önkormányzat is fel tud sorakozni a Harjuta megye tanácsa mellé, és a magyarországi alapítványok mellé, Betlen Gábor alap, Csóri Sándor alap, akik támogatják a néptánc csoportokat. A Kék Szivárvány néptánc csoport rendszeres fellépője a helyi rendezvényeknek, sőt számos meghívásnak tesznek eleget szerte a Kárpát-medencében. Kék Szivárvány néptánc csoport nagyon-nagyon sokat köszönhet a Csóri Sándor alap által nyújtott támogatásnak, ugyanis 42 táncosunk van utánpótlás csoporttal együtt, akik számos felkérést kapnak fellépésekre, nem csak helyben, a környező településeken, hanem külföldön is. Ezért nagyon nagy támogatás számunkra. A gyerekekkel, fiatalokkal Rigmányi Kinga és Rigmányi Lajos táncoktató heti két alkalommal foglalkozik. A Ditrói Kulturális Egyesület nemrég vehette át Hargita megye tanácsa és a helyi önkormányzat támogatása révén vásárolt székelyruhákat, hogy minél szélesebb körben népszerűsíthessék a székelyviseletet. Az Egyesület lehetőséget biztosít a kölcsönzésre, hogy segíthessen azoknak a fiataloknak, akiknek nincsen népviseletük, de az ünnepek alkalmával szívesen hordanák a hagyományos öltözéket. Hozzájárul ahhoz igaz a rásegítés, amivel a hagyomány őrző csoportjaink, a különböző kulturális egyesületeink, vagy akár iskolák számára lehetővé tesszük az autentikus székelyruhátnak a beszerzését. Párhuzamosan dolgozunk azon is, hogy szakmailag tényleg a tájegységeknek megfelelő különböző autentikus, hiteles ruházatok készüljenek el, és egyre inkább látjuk az ünnepeinken is, hogy mennyire másabb a hangulat, illetve segít az identitás megőrzésében. A székelyviselet elkészítése nem egyszerű, de van, akinek boldogságforrás, hogy része lehet a népi hagyomány megőrzésében, továbbadásában. A családom mellett életem ajándéka, hogy megismerhettem a kézművesség szépségét és az alkotás nyugalmát. Most részese lehetek a maradandó értékek létrehozásának, és hát szívvel varva hímezve éltettem azt a népi tudást, ami a miénk. Korpos Katalin nem csak varja a székelyviseletet, hanem meg is szövi a rokojának való anyagot, amely, mint mondja, sok mindent elárul viselőjéről. Ez az én rokojám. És mesélnék arról, hogy itt van a piros. Ez látszik, hogy egy kicsit keskenyebb csík, mivel én már 40 évet betöltöttem, és ebben az esetben nem szövünk széles csíkot. Benne van egy icipici, vékony, fekete vesző. Ez itt nekem az én esetemben azt jelképezi, hogy itt meghalt édesapám. 10 éves voltam. Tehát itt van egy pici piros, aztán egy fekete, és az folytatódik a szélesebb csíkkal. Aztán jön a fekete, amiben megjelenik a kék, ez a vallásosságot, a fekete a gyászt, a barna a fődet, és itt is megjelenik egy fekete csík, mert nem használjuk, ugye társasban be van adva. És ugyanígy a zöld is, ami az erdőt jelképezi, és a fekete csík, veszőcske megjelenik benne. A Ditrói Kulturális Egyesület kezdeményezése példaértékű. Bár a viseletek elkészítetése anyagi ráfordítást igényel, mindenképp megtérül, hiszen azzal, hogy a fiatalok egyre többször és egyre büszkébben öltik magukra a hagyományos viseleteket, a székelység megmaradása mellett teszi le a voksát a most felnövekvő nemzedék.